Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Bárt és ez egy nagyon különleges videó most, mert ilyet nem szoktam csinálni. Nagyon kevésszer van egyébként is az, hogy talking head-en beszélő fejvideót kaptok tőlem, de megígértem nektek, hogy el fogom magyarázni, hogy miért nem volt podcast három hónapig, és miért volt olyan kevés podcast már éveken keresztül. Ez egy nagyon néz videó lesz számomra, mert nem szoktam beszélni nektek, nem lesz agyonvágva, nem lesz semmi, nyersben megkapjátok úgy, ahogy ezt fölveszem most egyben vágás és minden nélkül, ha csak közben nem jól valami, amiért vágnom kell. Mintha élőben csinálnánk az adást, úgy fogom ezt most nektek prezentálni. Szóval miért nem volt podcast három hónapig? Kicsit korábbra kell visszamennünk, Ugye az elején, akik régóta hallgatnak minket, gyakorlatilag, hogy 5 éve, most lesz 5 éves a podcast, az elején látták, hogy 2015-ben, 2016-ban és 2017 elején én nagyon energikus tudtam lenni, és nagyon nagy lelkesedésre tudtam beszélni a podcastben, és nagyon, nagyon nagy energiabedobást és időbedobást, és mindent csináltam, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen podcast működjön. Aztán 2017-ben elkezdődtek bizonyos problémák nálam. Elég komoly mentális problémákkal küzdködöm. Van egy kis depresszió 2017 óta így hát bennem, gyakorlatilag. Ez 17-ben még annyira durván nem jelentkezett, de 18 közepétől fogva ez borzalmasan romlott, és egyre rosszabb lett. Gyakorlatilag nem volt semmilyen motivációm, és nem volt semmi komolyabb célom, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne tovább haladni. Gyakorlatilag megtörtént 18 közepén és ez tovább folytatódott ez a csúszás egészen 19 elejéig, amikor meg aztán végképp történt egy komolyabb törés az életemben, véget ért egy hat éves párkapcsolatom, bizonyos körök miatt ugye kikerültem a HCV-s dolgokból is, valamint ugye az akkori munkahelyemet is ott hagytam. És akkor 19 elején volt egy kisebb javulás, amikor felkerestem fölkerestem egy karriertanácsot, hogy mit is kéne kezdeni az életemmel, hogy is kéne tovább haladni, és mit kell csinálni. Az segített, és akkor egész jól alakultak a dolgok, majd ö, lett egy új párkapcsolat, ami akkor nagyon jól, jól alakult, de annak is csúnya vége lett ö, egészen 18, vagy 19 szeptemberétől kezdve egészen évvégéig. egyre rosszabb állapotba kerültem mentálisan megint, és 19 végén, 2020 elején elértem arra a pontra, srácok, amit azt hittem, hogy akkor a mélypont nem volt az. Elkezdtek pánik szerű tüneteim lenni. Konkrétan rosszul lettem többszori alkalommal is, amikor be kellett volna mennem a munkahelyemre, és egyszerűen nem tudtam bemenni, mert rosszul lettem. Több különböző tünet is jelentkezett nálam, ami a pánikra jellemzőben most nem szeretnék azért mélyebben belemenni. És akkor ott kellett hagynom az új munkahelyemet is. Egy hónap után, szóval e, borzasztóan alakultak a dolgok, és konkrétan nem tudtam kimenni a házból, srácok. 2020 nekem úgy kezdődött januárban, hogy nem tudtam kimenni a házból, mert egyszer rosszul lettem fizikailag attól a gondolattól, és hogy ki kell menni a házból. Konkrétan e, másfél nappal azelőtt, a, ami meg volt az időpont, hogy ki kell mennem, rosszul lettem. Nem tudtam kimenni, csak három háznyit, egy saroknyit nálunk, ami kb. 25 méter. És akkor a podcastet akkor még folytattuk a doktorral, még egész jól is ment az elején, mert kikapcsolódás volt meg felüldülés. Csak volt, és volt egy kisebb javulás is 20 elején, úgy február környékén volt egy kisebb javulás, mivel azt hittem, hogy elkezdek kilábalni az egészből, csak aztán elkezdtem podcast közben is rosszul lenni ami abban csúcsosodott ki, ami a február másodikai livestream volt, ha jól emlékszem, amit ugye ti végigkövetettetek, hogy konkrétan 25 perc után ki kellett kapcsolnom a streamet, mert stream közben lett pánikrohamom. De utána is vettünk még pár podcastet föl, mert volt hozzá kedve, meg volt hozzá még energiám is, de már maga a podcast felvétele is stresszt okozott, srácok. Szóval konkrétan úgy, nézett, úgy néztek ki az akkori felvételek, hogy hogy fél órával az adásfelvétel előtt én, ha egy sikideg voltam, és kb. máskáltam fölle, és nem tudtam, mit csinálni, meg ilyenek. Szóval tényleg, meg, meg pánik tünetek voltak megint. És eljutottam arra a pontra, amikor a doktor utoljára itt volt márciusban, hogy konkrétan már az élő, mármint a, itt most az élő úgy értjétek, hogy a személyes podcast is ilyen traumával járt. A konkrétan a Forma 1-es podcastet például úgy kellett fölvennünk, hogy nekem 20-30 percenként szünetet kellett tartani, mert nem bírtam végig. Konkrétan. Ezért lettek rövid podcastjeink utána is, meg környékén is, ugye az, az 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 egy orát, mert nem bírtam többet, srácok. Egyszerűen nem bírtam többet leülni a kamera nem, 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 bírtam megmaradni egy helyben, mert éreztem azt, hogy nő a feszültség, nő a, nő a pánik, és nekem menekülnöm kell. És akkor elindultam még jobban lefelé ebben a, a spirálban, szóval konkrétan tényleg már ott tartottam, hogy ö, februárban próbáltam meg egyszer kimenni. Az elég rosszul sikerült, és egészen a nyár közepéig nem hagytam el a házat. Konkrétan nem mentem ki a kapunk kívülre hónapokon keresztül. És emellé jött tényleg a, a vírusos dolog is, meg a, a birkónak is az átalakulása tényleg avvá, hogy most nincs közönség. És egyszerűen elveszett minden motivációm, meg minden akaraterőm, meg minden, tényleg minden ilyen dolog, ami hajtana előre. Június, júliusra elértem a mélypontot, konkrétan semmi ez nem volt kedvem feküdtem az ágyba, és nem csináltam semmit. Vagy éppen beltemezkeztem valamelyik számítógépes játékba, vagy bármi ilyesmi, ami el, le tudta kötni úgy az agyamat, hogy ne figyeljek arra, hogy mi van. Csak közben jött egy új kapcsolat, és rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, és augusztus elején fölkerestem egy sziológust, hogy dolgozzunk ezen, mert egyszerűen nem mehet az tovább, hogy nem tudom azt csinálni, amit a legjobban szeretek a világon, ezt, meg mellé nem tudok kimenni a házból, és mondjuk elmenni magamnak venni valamit, vagy, vagy az új kapcsolatommal elmenni valahova, megenni valamit, vagy bármi ilyesmit. Fölkerestem a sziológust, és elkezdtünk ezen a problémán dolgozni, először még csak viselkedés terápiával, meg meditációval, most meg különböző feladatokat kell csinálnom, például az, hogy most naponta négyszer ki kell mennem sétálni, egy hosszabb saroknyit, egyelőre még ennyit, és szépfogazatosan fogjuk ezt növelni, szóval most van egy fejlődős irány, és úgy voltam hozzá, hogy megjött a kedvem is mindenhez. Szóval most abszolút föl vagyok pörögve, érzem az energiát, érzem azt, hogy van motivációm, érzem azt, hogy szeretnék csinálni dolgokat, és ekkor jött ugye a Summer Slam. Szóval konkrétan leültem megnézni a summerslam és végre élveztem a birkót is, szóval végre jó volt tényleg leülni, a té meg a tékovert is. És akkor úgy voltunk a doktora, hogy akkor csináljunk egy próbaadást, megnézzük, hogy nekem milyen leülni újra a kamer elé három hónap után. Mert egyszerűen tényleg nem bírtam magam rávenni, hogy leüljek. És, és olyan felüdülés volt, srácok, hogy nem tudjátok elképzelni két év, három év után éreztem végre ugyanúgy magam, mint 2016-17-ben, mikor oda csináltam, hogy ez a világ legjobb dolga, imádom ezt csinálni, teljesen föltölt energiával, és, és tényleg, és nem akarom abba agyni. Akkor elkezdtem foglalkozni ugye a magyar pankráció történet és cikke is, az is, az is a cikket se írtam, konkrétan mentális blokkjaim voltak, nem tudtam írni sem. Konkrétan néztem az üres vördöt, például tavaly, amikor a szakdolgozatot kellett volna írni, és nem tudtam írni egy szót se. Volt úgy, hogy órákon keresztül ültem az üres word és nem tudtam mit csinálni. Most pedig négy és fél alatt megírtam nektek egy komplet cikket, öt oldal cikket, forrás megjelölésre, és minden együtt magam. És utána fel is vettem, és nagyon büszke vagyok arra a videóra, mert nagyon jól sikerült. És akkor megérkezett a doktor ugye hétvégémre, és leültünk rendes podcast csinálni, és nem tudom, mikor volt ilyen utoljára, tényleg nem tudom megmondani nektek, nyolc órát ültünk a kamera előtt. Nyolcat. Úgyhogy nem tudtam 20 percet kamera előtt ülni a tévelején. Remélem, abszolút most ez nem egy ilyen átmeneti javulás lesz, tényleg egy ilyen hullámhegy, hanem tényleg elindultam vissza azzá, aki voltam, meg azzá, aki, aki mindig is szerettem volna lenni a rápörögtem most a podcastre, és rengeteg ötletem van, hogy mit szeretnék csinálni veletek, tényleg komolyan akarom venni most a streaminget is, és abszolút úgy gondolom, hogy, hogy tudunk ebből kihozni valami nagyon jót közösen, és egy fontos tanulsága van ennek az egésznek, srácok, hogy ha nem érzitek jól magatokat mentálisan, és nem érzitek azt, hogy, hogy valami rendben van, keressetek profi segítséget. Mert, el, mert, én is úgy gondoltam, hogy elmegy egyedül, ebből, meg, meg megoldom egyedül. Nem, nem oldod meg egyedül. Akármilyen erős vagy mentálisan, akármilyen milyen, ö, szíved van, meg agyad van, meg minden, nem fogod tudni megoldani egyedül. Keressetek profi segítséget, ha ilyen, ilyen dolgaitok van, mert elképesztő módon tud segíteni. Persze a megfelelő szakember, de elképesztő módon tud segíteni. Ennyit szerettem volna mondani, szóval tényleg ezért nem volt három hónapig podcast, mert képtelen voltam leülni oda. Mert fizikailag nem voltam képes rá. Remélem ez megmagyarázott mindent, és remélem, hogy találkozunk hamarosan, és folytatódni fog az, amit most elkezdtünk, mert úgy gondolom, hogy valami nagyszerűt építünk közösen. Addig is tudjátok, mit kell csinálni, még ha nincs is itt. Biztos a doktorban. And the wrestling is fun, and the, és az élet is fun találjátok meg benne azt ami van. Addig is sziasztok. One.